Ilyen még tényleg nem volt Bonyhádon, és Magyarországon is most kezd elterjedni eme kultikus látványosság. Német mintára egy tojáskút fogadja a helybelieket és az ide látogatókat a város szívében, a rendezvénytéren. A gyökerei Németországból indultak, frank területen, mégpedig a Bajorország északi részén készítettek először ilyen díszített kutat, mégpedig azért, mert tavasszal kitisztították a kutakat, valamint a forrásokat, és ezzel is megtisztelték a vizet, a víz szeretete és a tisztelete. Nem véletlen, hogy még húsvét előtt felállították a szimbolikus műtárgyat, ami utal a keresztények egyik legnagyobb ünnepének eljövetelére, és persze a tavasz köszöntésére. A tojásfa ötlete természetesen a Német Nemzetiségi Egyesülettől származik, az önkormányzat azonnal fölkarolta a civil szervezet elképzelését. Bonyhád egyébként magyarországi viszonylatban a 8. település, ahol tojáskúttal is köszöntik a tavaszt. A Kreinzlein Német Nemzetiségi Egyesület a legkisebbek és az ifjúsági fúvószenekar erre az alkalomra készült közös produkcióját meglepetésnek szánta, majd a műsor legvégén a közönséget is bevonták, a gyerekek és felkészítő tanáraik a tavaszköszöntő táncos mulatságba. A bonyhádi első tojáskút a német hagyományoknak megfelelően húsvét után még 2 hétig lesz látható a rendezvénytéren.